Hetes Stúdió. A mikrofonnál Neumann Gábor. Üdvözlöm a Hetes Stúdióban Rajnai Gergelyt, a Méltányosság Politikaelemző Központ munkatársát. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Egy tanulmány miatt kértem, hogy jöjjön be ide a Klubrádióba, mégpedig a tanulmány a demokráciáról szól. A címe az, hogy mérjünk-e demokráciát, és különböző idézetekkel kezdődik. Az egyiket emeltem ki, ami azt hiszem a leggyakoribb álláspont ezzel kapcsolatban. Tamás Gáspár Miklós mondta azt, hogy Magyarországon hivatalosan megszűnt a demokrácia, és ezután van egy elemzés arról, hogy mit is nevezhetünk demokráciának, milyen korlátai vannak, illetve hogy milyen fajtái vannak a különböző demokrácia elméleteknek, és ez hogyan vonatkoztatható a magyar társadalomra. Hogyan vitatkozna azzal az állásponttal, amit Tamás Gáspár Miklós képvisel? Vitatkoznék vele, tehát véleményem szerint, ahogyan a mérésekben, amiket itt septiben, ebben a cikkben megemlítek, az derül ki, hogy a legtöbb elmélet szerint Magyarországon továbbra is demokrácia van. Attól még, hogy a legtöbb elmélet, illetve mérés szerint a demokrácia minősége 2010 óta romlik, attól még az nem jelenti azt, hogy nincsen demokrácia. Ugye Tamás Gáspár Miklós az idézet a Tusványosi beszédre jött válaszként, amikor ugye illiberálisnak nevezte a Magyarországot Orbán Viktor. Ettől még, hogy illiberálisnak nevezi mondjuk a miniszterelnök, nem feltétlenül szűnik meg a demokrácia. Lehet úgy értelmezni bizonyos elméleteket nagyon-nagyon szűkösen, hogy megszűnt a demokrácia, de a legtöbb fősodratú nézet szerint Magyarország demokrácia. Ennek ellenére szeretném, ha azokat az elemeket emelnék ki, amelyek kétségbe vonják a magyar demokrácia létét. És ön azért ezt felsorolja a tanulmányában, de hoz száfolatokat is arra, hogy ez bizonyos helyzetekben még mindig demokratikusnak tekinthető, és egyébként a kormány nyilatkozataiból az is derül ki, hogy hát ők evidenciának tartják azt, hogy Magyarország demokratikus ország. Független attól, hogy az alaptörvényben nem úgy szerepel, hogy magyar köztársaság. Hát az nem szerepel benne, hogy magyar köztársaság, de az szerepel benne, hogy köztársaság az államforma, illetve nem csak köztársasági államforma jelenthet demokráciát. Tehát pont azt a témát járom itt körbe, hogy hányféleképpen is értelmezhetjük a demokráciát, mert ez gyakorlatilag 2008 óta a gazdasági válság beköszönte óta jelentősen átértelmeződött az egész világon. És láthatóan a kormánypártok is egészen másképp értelmezik, mint mondjuk az a 2008 előtti mainstream értelmezés volt. Tehát ami szerint az elsődleges az, hogy szabadságjogok legyenek, minél nagyobb pluralitás, programokra szavaznak az emberek, tehát ilyen előfeltételezések voltak a demokráciával szemben jellemzők, és gyakorlatilag ez az, amit nem meghaladott, de legalábbis kiegészített már azóta a világ is, és a kormánypártok is egészen más eltérő felfogások is abszolút teret nyertek. Tehát ilyen például az, hogy a kormánypártok gyakorlatilag nem írtak ugye programot, ami bizonyos értelemben, tehát hogyha demokráciát úgy értelmezzük, hogy programok versenye, akkor azt jelenti, hogy a demokrácia megszűnt, hiszen a győztes pártnak nem is volt programja, nem is lehet tudni pontosan, hogy szakpolitikailag mire készültek. Csak annyit mondtak, hogy folytatjuk. Ha viszont ezt úgy értelmezzük, hogy az emberek nem programokra szavaznak, tehát nem a jövőre szavaznak, hanem úgymond a múltra, a múltbeli teljesítményre, akkor a folytatjuk az gyakorlatilag tökéletesen leírja azt, ahogy egy demokráciának működni kell, és vannak, akik úgy gondolják, hogy a különböző pártok, politikusok, kormány teljesítményére szavaznak valójában az emberek, és hogyha ezt a teljesítményt értékelik, akkor van igazából demokrácia, és ez tulajdonképpen a választásokon 2014-ben háromszor is megtörtént, hogy értékelték nagyjából azt, hogy teljesítettek. Igen. A pártok. Voltak éppen ön ezzel a tanulmánnyal azt képviseli, hogy független attól, hogy Magyarország a magyar demokráciának milyen hibái vannak, ennek ellenére a klasszikus vagy a modern felfogás szerint is ez egy demokráciának tekinthető. Emlékszünk arra, ugye, amikor Hillary Clinton, mint amerikai külügyminiszter azt kérdezte, hogy leváltható választások, szabad választások útján a kormányzat? Erre azt a választ kapta, hogy le. Azt mondja, akkor nincs semmi baj. Ennek ellenére, ha megkapargatjuk ezeket a dolgokat, például a választást, akkor kiderül, hogy hát azért még sincs úgy, ahogy egy normális demokráciában szokott lenni. Mert hogy itt azért nagyon-nagyon a kormánypártok felé billent 2010-ben és 2014-ben is a választás, 2014-ben törvényileg is teljes egészében, és hát ha azt mondjuk, hogy a sajtó szabadság, akkor azt megkapargatva kiderül, hogy itt is azért van egy csomó hiba, mert hogy óriási pénzek állnak a közmédiumok, illetve a kormánypárti médiumok mögött. Tudom, most ez éppen a botrány kellős közepén vagyunk ebben az ügyben, de ennek ellenére azért ez így van. Tehát bármit, ha egy kicsit megkapargatunk, kiderül, hogy a felszín az lehet, hogy úgy néz ki, mintha, de a valóság az más.
Ezt ön nem így gondolja? Tehát úgy gondolom, hogy Magyarországon továbbra is szabad és demokratikus választások vannak, attól függetlenül, hogy én is ezt megállapítom, hogy rengeteg felfogás szerint a minőség az romlik. Tehát például, amiket ön említett, ez a klasszikus, legklasszikusabb értelmezés szerint, amik már évtizedek óta bejáratottak voltak, a szabadságjogok, a választásoknak a minden nagyobb pluralitása, ha csak ezt vesszük figyelembe, akkor valóban a demokrácia minősége folyamatosan romlik. De van, aki, tehát lehet olyan felfogásokat is behozni, ami szerint nem. Nem ez alkotja a demokráciának a lényegét. Várjunk csak. Ön ismerteti a különböző demokrácia fajtákat. Például kezdjük azzal, amivel ön is kezdte, a részvételi demokráciával. Ön azt mondta, azt írja, hogy a részvételi demokrácia elmélete szerint a demokrácia lényege, akárcsak az egalitáriánus elmélet szerint, nem csak a döntéshozás módja, hanem valami más is az, hogy minél többen vegyenek részt aktívan a közügyek intézésében. Na tehát, ha ezt megnézzük, kiderül, hogy 2010 óta egyre kevesebben vehetnek vagy vesznek részt a közügyek intézésében, mert nem engedi a jelenlegi hatalom. Tehát itt is valami baj van, vagy menjünk tovább. A részvételi demokrácia, az annyit szeretnék hozzászólni, hogy ez ugyan lehet így, tehát lehet azt mondani, hogy a döntéshozás módja az rendkívül szűk körben történik meg, erre több bizonyítékunk is van, de a részvételi demokrácia szempontjából én pont azt az álláspontot fogalmaztam meg, hogy szerintem abból a szempontból javul a magyar demokrácia minősége, mégpedig két okból. Az egyik az egy európai felmérés, amit két évente elvégeznek az Európai Unió összes országában, ami szerint az emberek egyre jobban érdeklődnek a politika iránt. Továbbra is nagy az apátia ebben a felmérésben, de már növekszik 2010 óta, tehát egyre jobban érdeklődnek, egyre jobban figyelik a politikai híreket, pont azért, amiért 2010 óta úgymond különleges helyzet van a magyar politikában. A másik szempont, ami miatt szerintem a részvételi demokráciának továbbra is a minősége javul Magyarországon, az az, hogy látjuk, hogy mennyi tüntetés van. Tehát a békemenetektől kezdve egészen a mai tüntetés sorozatokig az utca tele van. 2006 óta ismeretlen volt tulajdonképpen a magyar politikában, tehát ilyen szempontból a részvételi demokráciában egyre többen vesznek részt a politikában. A választáson részvétel viszonylag magas volt európai, illetve regionális adatokhoz képest, tehát éppen pont, hogyha a részvételi demokráciát figyeljük meg, aminek pont nem az a lényeg, hogy hányan hozzák meg a döntéseket, hanem az, akik hányan próbálják ezt befolyásolni, mennyire aktívak a polgárok úgy összességében, ha ezt figyeljük meg, akkor a magyar demokrácia minősége kifejezetten javul. Itt írja a minimalista demokrácia elméletről, azt írja, hogy hívei szerint, amíg rendszeres a versengés a közhatalomért, és sem a választásokon való indulás, sem a szavazójog nem korlátozott, addig demokrácia van. Igen, ez, hát ha így precízen végignézzük ezt, akkor ez úgy nagyjából igaz. De az, hogy az egyik versenyző 100 métert fut, a másik meg csak 40-et, azt itt nem tudom kiolvasni ebből a demokrácia elméletből, pedig ez történt 2014-ben. A minimalista demokrácia elmélet szerint az, hogy kinek mennyi pénze van kampányolni, vagy ilyesmi, ez nem számít, az emberek majd maguk meghozzák a döntését, és igazából nem is fontos az, hogy az emberek mi alapján hozzák meg a döntést, az a lényeg, hogy hozzanak meg egy döntést, hatalmazzanak föl valami elitet, csoportot, pártot, akármit arra, hogy kormányozzanak, és akkor azok majd kormányoznak, és ezt hívjuk demokráciának. Tehát ez egy kifejezetten modern demokrácia felfogás, vagy hát vannak ennek régebbi gyökere is, de ez kifejezetten divatossá vált az elmúlt évtizedben, ami igazából inkább a vezetésre helyezi a hangsúlyt, nem pedig arra, hogy mondjuk a pluralitás az ilyen hatalmas legyen. Aztán az utolsó elképzelésként a deliberatív demokrácia modelljét írja le, amely a következő. A deliberatív demokrácia lényeg, hogy a politikai döntéshozatalt megelőzi a lehető legtöbb szereplő bevonásával zajló nyilvános és szabad vita, illetve egyeztetés, és az e folyamat eredményeként létrejött konszenzus valósul meg politikai cselekedetekben. Hát ebből egy szó nem igaz Magyarországra. Igen, deliberatív demokrácia szerint ugye jelentősen romlott a minősége a magyar demokráciának, egyszerűen a házszabály is ugye minél kevesebb vitát irányoz elő, minél gyorsabb döntéshozatalt, minél kisebb konszenzus, tehát minél több többségi döntést ugye nagyjából lefelé tendálunk, tehát hogyha a deliberatív demokráciát így értelmezzük, akkor folyamatosan romlik a minősége. Ugyanakkor azt is megjegyezném, hogyha a deliberatív demokráciának a szigorú koncepcióját értelmezzük, az deliberatív demokrácia nem tekinti különösebben demokratikusnak magát a szavazást úgy általában, hanem úgy gondolja, hogy a lényeg pont a vitán van,
azon, hogy egymással egyeztessék a felek az álláspontjukat, alakítsanak ki egy konszenzus, ne pedig vitázzanak, és majd akinek egyel több szavazata van, az nyer, vagy akinek kettővel több. De itt csak álviták voltak. Emlékezzünk vissza ezekre a levelezésekre, meg egyebekre, amelynek semmi fajta ellenőrizhető eredménye nem volt, hanem hasra ütésszerűen ez vagy az, vagy amaz a politikus a Fidesz-KDNP-ből elmondta, hogy mi az eredmény, és az történik most, amit az emberek szeretnének. Hát ezt vagy hazudta, vagy nem hazudta az illető. Ez igaz, csak azt szeretném még hozzátenni, tehát hogy a deliberatív demokrácia éppen ezért romlott a deliberatív demokrácia modellje szerint a magyar demokrácia minősége, viszont hogyha tényleg szigorúan értelmezzük, akkor korábban sem volt, tehát 2010 előtt sem volt tulajdonképpen deliberatív a magyar demokrácia, mert a konzultáció, a konszenzus kialakítása akkor sem volt, meg hatalmas árkok voltak 2015 és a rendszerváltás óta folyamatosan. De én nem mondtam 2015-ről semmit se. Értem, én csak hozzá akarom tenni, hogy itt én tendenciákat próbáltam vizsgálni, és a tendencia is azt mutatja, hogy a deliberatív demokrácia szerint is romlik a minőség, de eleve nem volt túl magasan ez a minőség már 2010-ben sem. Na most mielőtt itt valaki azt gondolná önről, hogy ön mint nagy Fidesz párti, vagy nem tudom milyen kormánypárti elveket próbál tudományos alapra helyezni, ön ennek az egésznek levonja a következtetéseit, és azt írja, hogy a demokráciák minőségét mérő empirikus vizsgálatok azok hogyan is alakultak az utóbbi időben, és független attól, hogy a különböző elméletekkel kompatibilis a jelenlegi magyar államberendezkedés vagy sem, mindenben szinte rosszabbul teljesítünk az empirikus vizsgálatokat nézve. Mi az, amin a legjobban észlelhető, mert ez is szerepel azért a tanulmányban, de öntől várom a választ, hogy a demokráciával van valami gond Magyarországon, és ez akár át is alakulhat valami teljesen más államformává. Tehát ugye vegyes a kép az empirikus vizsgálatok alapján is, mert az empirikus vizsgálatok négyet néztem meg, nagyjából stagnálott is a minőség, de láthatóan a környező országok... A többiek mennek el mellettük. Tehát, hogy igazából itt azt próbáltam ebben a vizsgálatban megmutatni az elméleteknél is, illetve itt az empirikus vizsgálatoknál is, hogy fontos az, hogy nemzetközi összehasonlításban nézzük ezeket a folyamatokat, és ne pedig üljünk és nézzük azt, hogy Magyarországon ez meg ez történik, mert az így valamifajta kontextusban történik minden. És az a helyzet, hogy a visegrádi országok között ezekben a különböző empirikus mérésekben rendszerint, ugye körülbelül középmezőről indultunk, rendszeresen Csehország mögül olyan második helyről indultunk, és most szép lassan beértünk így 2012-re Szlovákia és Lengyelország mögé. Azt írja ön, hogy bár ez az index, és ugye ez az empirikus vizsgálatokra vonatkozik, jelentős mértékű változást nem mutat, az mindenképpen a demokrácia minőségének romlását jelzi, hogy hazán 2008-ban még Szlovákia és Lengyelország előtt állt a ranglistán. Mára viszont az utolsó a visegrádi országok között, nem beszélve az Európai Unió más országairól. Így van, tehát pontosan ezt szerettem volna mutatni, ugye ez más elméleteknél is látszott, hogyha nemzetközi kontextusba és konkrétan regionális kontextusba helyezzük ezeket az elméleteket, illetve empirikus vizsgálatokat, akkor a magyar demokrácia minőségének megítélése az egyértelműen romlik nemzetközileg. Vannak olyan elméletek, ahogy már korábban is mondtam, meg olyan mérések is, ami szerint ez nem így van, de összességében, az elméletek többségében ez a tendencia, ez kirajzolódik. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Rajnai Gergely, a Méltányosság Politikai Elemző Központ munkatársa volt a hetes stúdió vendége. Köszönöm szépen. Köszönöm.